Landplan Hotel, jövetmenet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. A Mercantil Bank labdarúgó Liga NB2-ben a Gyirmód Szegedre látogatott. A gyirmótiak továbbra is a dobogóért küzdenek, a szegediek pedig a kiesés ellen harcolnak, így mindkét csapat számára nagyon fontos ez a mérkőzés. Tiszta sárgában majd a gyirmótiakat látjuk, kékben pedig a hazai szegedieket. A vendégeknél az előző heti győztes kezdőcsapathoz képest két változás volt. Két Péter, Szilvási Péter és Varga Péter került vissza a kezdőcsapatba. Ezzel a 11 játékossal indul tehát rohamra a gyirmót. Az ötödik percben már látszódott is, hogy a gyirmót bizony pontokért utazott el olyan messzire, és Villám Balázs keveredett oda a kapu elé, éppen csak tisztázni tudtak a hazai védők. Aztán jött Szabó bedobása a 9. percben, Zádori lő, és a Rusáknak kellett nagyot védenie. Egy nagy bedobás a 12. percben, Zabari és Zádori összjátéka, a védelemben pedig Szilvási és Rusák volt az, aki rendet tett. A 15. percben Présinger indul meg. Elviszi a labdát egészen a 16-os sarkáig, ott beível, de Paku és Horváth is lemarad erről a labdáról. 5 perccel később Akim a másik oldalon is megpróbálja megzavarni a védelmet. Varga egy szép csellel játsza magát tisztára, és Alexics véd nagyot ott az alsó saroknál. 4 perccel később jön egy szegedi kontra, amiből sokat láthattunk a mérkőzésen. Itt Nikorek marad le a hosszú oldalon. Aztán egy szabadrugás a 37. percben. Farkas csúsztatta ki, a szögletből pedig Germán veszélyeztet. Présinger fejeli ki a labdát, az ismétlés pedig Rusák öklözi ki a mezőnybe. Újabb 2 perc telik el, és egy újabb szegedi lehetőség a 39. percben. Nikoreknél nincs érkező, hiába tette szépen keresztbe ott a labdát. Aztán a fejes a 16-osról már erőtlen. 4 percre a lefújás előtt egy újabb kontra kibontakozóban szegedi részről. Szabó választja Zabarit, Zabari pedig Nikoreket ott középen, Nikorek fejese pedig elkerüli a gyirmóti kaput. Maradt tehát a 0-0. A félidő utolsó helyzetét látjuk, Paku kap vissza egy nagyon szép labdát Horváttól, és Alexics véd nagyot. A második félidő pedig ott folytatódik, ahol az első abba maradt, vagyis egy Paku lövéssel és egy Alexics védéssel. 1 perccel később jön az első hazai támadás a második játékrészben, Szabó íveléséről csúsznak le. Csak Rusák volt az, aki elérte. Az 55. percben járunk, Villám tőle egy picit szokatlan pozícióban, aztán jó a beívelése, és Horváth most már eltalálta fejjel a labdát, viszont csak kapu fölé tudta stukkolni azt. Egy védés után egy gyors kontra a 65. percben, Germán dobja ki Szabónak a labdát, Szabó pedig visszateszi Germánnak, Germán pedig mellé csúsztat, illetve a hosszú érkező csatártárs is lemaradt. A 69. percben Présinger lő be egy labdát, Horváth fejel, de a csuka fejessel is elvéti a kaput. A 79. percben jön egy gól, de ez lesgól volt. Sandal Lesről adta vissza a labdát, így ez érvénytelen ez a találat. A 81. percben Tóth csúsztat mellé egy szögletet, és majdnem jön a fekete leves a 90. percben. Fejős cselezget ott a 16-os sarkán, beteszi középre, Tóth pedig gólt lő, de Tóth is Lesről lépett vissza, így ez a gól is érvénytelen. Maradt tehát a végeredmény 0-0. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.